Az első rendű vádlott ápolóként, míg a második rendű vádlott szakorosként dolgozott a Szexárdi Kórházban, ahová 2020. október 24-én koronavírus gyanúval vették fel a sértettet. A gyermeknél vele született betegsége folytán nyelési elégtelenség, illetve a fennálló heveny garatpandula gyulladás okozta esetleges garatreflex gyengeség állt fent. Ezokból csak pépes ételt fogyaszthatott volna, amire a sértett gyermek édesanyja fel is hívta az ápoló és a szakorvos figyelmét. Az ápoló később a szakorvos beleegyezésével mégis általános ételt adott a gyermeknek, figyelemmel arra, hogy reggel a sértett komplikáció nélkül el tudta fogyasztani a normál reggeliét. Ezt követően észlelték, hogy a gyermek fulladozni kezdett, majd később orvosi beavatkozás ellenére életét vesztette. A vád szerint a vádlottak foglalkozási szabályt szektek. A tárgyalás mostani szakaszában tanúkat hallgattak meg. Az elhunyt gyermek édesanyja azt nehezményezte, hogy a tanúként meghallgatott, korábban ügyeletes orvosként dolgozó személy nem írta elő a pépes étel használatát a beteg felvételénél. A vádlottak korábban tagadták a bűnösségüket. A tárgyalások nem zárultak le, az ügy tovább folytatódik.